A téli szünet után hazai pályán a fehérmezes dombóvári labdarúgók a tamásiakkal mérkőztek meg. Egy új csapattal készül fel Kardos Ernő játékos edző, a jelenlegi csapat több mint 80%-a dombóvári. Úgy gondolom, hogy bárki ellen fegyelmezett játéka esélyünk van. Én azt mondtam nekik, ebben a fél évben játszanak felszabadultan, mutassák meg, hogy kire lehet számítani, okozzanak örömet itt a családtagoknak, szurkolóknak, legfőképpen nekem, hiszen most már nem az enyém a jövőm, az övüké, de én mindenben segíteni fogom őket a tapasztalatommal, ugye most a pályán is kell lennem, mert azért szükség van a rutinra is. A mérkőzés előtt a dombóvári labdarúgó U11 korosztályú gyermekcsapatot ünnepelték. A fiatalok nagyon lelkesek voltak, hogy bekísérhették a két megyei csapat játékosait a pályára. Jelen pillanatban a friss bajnok csapatot köszönhetjük. A U11-es Tolna megyei futsal bajnokságot nyerték meg egy 4-es tornán, ahol először a Tolna csapatát múlták felül, és a döntőben pedig a Szekszárdot legyőzve lettek a idei megye bajnokok. És ugye a szezon kezdetre azt a kis ajándékot kapták, hogy az első hazai mérkőzésre bekísérhetik ugye a hazai Dombóvár és a vendég tamási csapatát, és alpolgármester úr pedig jelképesen átadja nekik itt is a kupát. A márciusi nyitómeccs jó sikerült a Dombóvárnak. Végeredmény Dombóvár FC, Tamási FC 3-0.